Ízületi negyed, Fejfájás utca, Betegségfalva, Akut sugárút, Krónikus körút, Gyulladás híd, Túlsúlyos sugárút, Gyógyulás körút, Egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, kedves nézőim! Ebben az adásban már nagyon sokat találkoztak anatómiai, élettani és kórélettani kérdésekkel, de emellett természetesen a természetgyógyászat kérdésköreivel. Terveink szerint most elindítunk egy olyan sorozatot, ahol a természetgyógyászat egyes szakágainak a vezetőivel fognak találkozni. Ám de mielőtt erre sor kerülne, szeretettel köszöntöm dr. Tamasi Józsefet, aki azért nem csak hogy egy szakág vagy szakágaknak a tudora, hanem olyan orvos, aki szívén viselte a természetgyógyászat helyzetét itt Magyarországon. De kezdjük azzal, hogy az orvosi tanulmányaidat mikor végezted el? Én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és köszönöm a megtisztelő meghívást. Mikor végeztem, olyan rég volt, hogy már alig emlékszik az ember. 1985-ben végeztem a Szegedi Orvosi Egyetemen. Akkor Szent Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem volt. Egyetem volt, igen. És belgyógyászati osztályra kerültem utána. Ebből szakvizsgáztál is ezek szerint. Igen. Majd pedig a Nemzeti Egészségvédelmi Intézetbe kerültem, ahol szintén szakvizsgáztam társadalomorvostamból. Ez egy olyan szakterület, ami a prevencióval, higiénével és a társadalmi folyamatok elemzésével foglalkozik. Mikor találkoztál a természetgyógyászattal? Hát az az orvosi egyetemnek a kezdetén volt, mert hogy elkezdtem jógázni. Igen. És az úgy felkeltette az érdeklődésemet ilyen témák iránt. Aztán a első évben van tantárgyként a társadalomorvostan az egyetemen, és akkor rögtön ott elkezdtem tudományos diákköri munkát végezni, és az az ajurvéda, mint területem volt, tehát keleti orvoslás, és aztán 2 éven belül pedig átlovagoltam a Gyógynövénydrogismereti Intézetbe, ami akkor csak gyógyszerészeket oktatott, úgyhogy ott olyan csoda bogárnak számítottam, mert hogy orvosok oda nem nagyon szokták betenni a lábukat, és Szendrei professzor mellett több éven keresztül próbáltam összeszedni a Magyarországon forgalomban lévő gyógynövényeknek a akkori tudományos ismereteit, és aztán a szakdolgozatomat is, a diplomamunkámat is abból írtam. De ez alatt az idő alatt, hát akkor avatott fitoterapeutává váltál, hiszen a magyarországi gyógynövények tárháza az egy fantasztikus skálán mozog, és azt hiszem, ugye a gyógyszergyárak is annó erre épültek, tehát a füves asszonyoknak a tudománya az évszázadokon keresztül szélesedett, és ezt használták végül is a gyógyszergyártásba nagyon régen a kezdeteknél. De maga az a tudásanyag, amit föl tudtál így venni magadhoz, hogy térített arra, hogy végül a természetgyógyászat felé fordulj, hiszen Magyarországon mondhatjuk azt, hogy az 1997-es rendelet előtt olyan áldatlan állapot uralkodott a természetgyógyászaton belül. Nem volt engedélyezve, kuruzslóknak nyilvánították azokat, akik ezzel foglalkoztak. Hogy jött a gondolat nálad, hogy ezt valahogy kéne legalizálni? Igen, hát az egyetem alatt igen, sokfelé fordítottam a figyelmem, mert hogy ugye volt ez a gyógynövény, amit említettem, igen, volt az ajurvéda, keleti orvoslás más területei is, akupunktúra például, aztán a jóga, tehát mozgásprogramok. Majd amikor elvégeztem az egyetemet, ez még ugye az előző rendszer volt, és én akkor már
vegetárius voltam, és ez felkeltette a hatalomnak az érdeklődését. Úgyhogy ez úgy vetült le aztán az én munkahelyemre, hogy a főnököm az megkérdezte, hogy nem akarok-e egy felelős pozíciót betölteni a kórházban. Nagyon érdeklődtem. Mondta, hogy én lennék a kórház diétás orvosa. Jó, mondom, rendben van, ez nagyon tetszik nekem. Majd aztán utána érdeklődtem, hogy mit kell csinálnia egyáltalán a diétás orvosnak, és mondta az előző ezen a poszton lévő kolléganő, hogy hát egyetlen dolgot kell csinálnod, és ne is nagyon csinálj mást, mert akkor a fejedre koppintanak. Le kell menni minden nap délbe, és végig kell kóstolni az összes ételt. Akkor megértettem, hogy miért is ruházta rám ezt a tisztséget. Ugye, hát aztán megtettem, hogy végig kóstoltam az ételeket, meg elmentem mindenféle dietetikai továbbképzésre, tehát egy lassacskán a diétás vonal is bekúszott ebbe a kosárba, ami a természetes gyógymódokat jelentette, és akkor láttam, hogy nyugaton azért ezzel külön klinikákon, pontosan, önálló szakterületekként foglalkoznak, különösen Németországban, és akkor minden vágyam az volt, hogy valahogy kijussak, és megnézem, hogy ott hogy megy a klinikai gyakorlat. Aztán volt szerencsém több németországi klinikán hospitálni, igen, dolgozni, többek között Sarkadi Ádámnál is dolgoztam egy évet, és hát sok mindent láttam, tapasztaltam, és amikor hazajöttem, akkor szerettem volna valamit a gyakorlatban megvalósítani. Kecskeméti kórház, majd Dunaújváros, és sok felé próbálkoztam. Lett is volna lehetőségem, de aztán megkínáltak ezzel a Nemzeti Egészségvédelmi Intézeti főosztályvezetői állással, ahol hát globálisan az ország lakosságának az egészségért lehetett tenni a, igen, természetes gyógymódokkal, és akkor inkább azt fogadtam el a klinikum helyett. Speciálisan a természetes gyógymódokra volt, vagy ezen belül ez egy olyan ága volt, amin el lehetett indulni, hiszen ezen még senki nem járt? Az én feladatom kifejezetten a természetes gyógymódok prevencióban betölthető szerepe volt, és akkor közben pedig hát láttam ezt a jogszabályi rendezetlenséget az országban, és próbáltam összegyűjteni minden információt, meg minden okos embert körém, hogy valahogy sikerüljön egy okos javaslatot tenni a politikusoknak. Akkor már nagyon régóta járogattam ilyen népi gyógyítókhoz, Lajos atyához, Békés Csabai Csontkovácsokhoz, igen, Halimbai pap, és így tovább. És próbáltam egyik oldalon látni, hogy mit tesznek a gyakorlatban, és hogyan teszik azt, másik oldalon pedig, hogy hogyan lehetne ezt az egész témát valahogy legalizálni. És akkor ebből jött össze az úgynevezett SZITA, amin ugye már te is, igen, részt vettél. Igen. Hát sokan vettünk részt azon. Igen, Hegyi Gabi is ott volt, Patkó Kati is ott, igen, volt, és eléggé mélyen belerágtuk az egészbe magunkat. Ugye ez a szintrehozó természetgyógyászati képzésnek neveztük, abból lett a rövidítés a SZITA, alapképzés. Igen. Aminek az volt az egyetlen lényege, hogy mindenki tegye bele a kosárba azt, amit ő tud erről a témáról, hogy lássuk, hogy hol vannak a közös pontok, és hogy lehetne ebből egy olyan standardot alakítani, amivel amire mindenki építheti a saját területét utána. És ez egy, hát tulajdonképpen egy 5x4-5 napos együttlét volt a Sargotarjáni akkori népi jóléti képzési központban, ahol hát összeállt nem csak a társaság, ugye az oktatók társasága, és későbbi vizsgáztatók társasága, hanem összeállt az a szakmai anyag is, amelyet aztán meg is fogalmaztunk egy jegyzet formájában, és az 97-ben meg is jelent. De hát ugye ott 92 és 97 között sok minden történt, akkor került megfogalmazásra az a jogszabály is, amit aztán végül is 97-ben megjelentettek népjóléti rendeletként, kormányrendeletként. Ez egy 5 éves periódus volt. Ez egy 5 éves periódus volt, amire utólag azt mondom, hogy soha többet ilyen. Az életem az romokba hevert, mert
éjjel-nappal ezt csináltam, de végül is hát azt lehet mondani, hogy minden hibája ellenére a mai napig ennek köszönhető, hogy legálisan gyakorolható a természetgyógyászat. Így igaz. És hogy valamilyen módon megvan az alapja, megvan a lehetősége, hogy az egészségügybe integrálódjék, akkor is, ha ez az elmúlt 20 évben azért nem maradéktalanul sikeredett. Sajnos, hát kedves nézőim, akkor láthatják, hogy Tamasi doktor ennek az egész mai hazai természetgyógyászatnak mondhatjuk, hogy a szülő atya, aki kinkeservek között, de egy csodát hordott ki, és 97-ben egy rendelet formájában ez ki is jött. Én látok azért, túl azon persze, hogy ma már elég sok minden problémát vetnek föl a kollégák, de van egy nagy gond, hogy több tízezer embert képzünk országos szinten természetgyógyásszá. De a regisztrált adatok alapján összesen 150 regisztrált végzett szak természetgyógyász van. Hogy lehetne ezt a szakmát vonzóbbá tenni szerinted? Annyit azért engedj meg, igen, megjegyzésként, bocsánat, hogy nem annyira szülőatyának tekintem magam, hiszen azért egy elég nagy csapat volt ez, akik közreműködtek, inkább élesztőnek talán. Jó, aki próbált mindenkiből minden jót kihozni. És hát valóban talpalni, nagyon sokat talpaltam azért, hogy az egyeztetések azok politikai körökben létrejöjjönnek, és valami olyan formára kerüljön a végére ez a jogszabály, amit hát mindenki akkor éppen elfogadott. Hát, hogy mit lehetne tenni azért, hogy több aktív természetgyógyász legyen? Én azt gondolom, hogy magasabb szint szükséges, mégpedig az, hogy minél több olyan tudományos munka, olyan szakmai elismerés, olyan szakmai tevékenység, ami lehetővé teszi a kapcsolódási pontokat a mostani orvoslással. Nyilván ez vitákat jelent, hiszen ismerjük, hogy mindenféle ellentábor is gyülekezik. Pontosan, a természetgyógyászattal szemben. Nem csak tudjuk a természetgyógyászattal szemben, igen. Azért vannak olyan gyógymódok, amely már több száz éves, mint például a homeopátia, és azt is iszonyú sok támadás éri. Épp most igen. Hallottam, hogy az akupunktúrára azt mondják, hogy az egy humbuk, mert az csak azért van, hogy a kínai nép tömegéhez képest valamit tudjanak csinálni, de egyébként meg semmit nem érzi. Döbbenetesek ezek a vélemények. Na de valóban úgy van, hogy Magyarországon is vannak a természetgyógyászat ellenszólók, de nagyon sok támogatója van. Igen, én azt gondolom, hogy ha lényegesen több magas szinten a másik oldalt ismerve kommunikáló orvos és orvostermészetgyógyász tud megszólalni, igen, ebben a témában, akkor ez elő fogja mozdítani azt, hogy integráltabbá váljék az egészségügyben, vagy az egészségügy mellett, és azt, hogy az egyes területei, akár lebontva azokra, amelyeket a legkevésbé tart ma a medicina a tudományosnak, még akár azok is nagyobb teret és nagyobb szerepet kapjanak. És hát ugye ez egy piackérdés is, mert tudja mindenki, hogy a természetgyógyászat az a privát piacon él, és akkor, amikor a piacon jelenleg nem elég jól képviseli még magát ahhoz, hogy nagyobb jelentőségű legyen, akkor az valahol a piaci viszonyok is meghatározzák. Persze, tehát én nyugodtan azt látom, hogy sokkal több olyan intézmény van, ahol tímekben együtt dolgoznak a szakemberek, szakorvosok, igen, diagnosztikai rész. Hát mondjuk én dolgoztam, vagy hospitáltam helyesebben fogalmazva Münchenben egy természetgyógyászati és belgyógyászati kórházban, ez Harlachinban van, ahol hát valamennyi
belgyógyászati diagnosztikai terület megtalálható, az endoszkópiától az ultrahangig és a röntgenig. De alapvetően ez egy ilyen természetes gyógymódokkal. Ez egy belgyógyászati osztály, igen, ahol a terápiás módszerek döntő többsége az természetes módszer. Beleértve a fitoterápiát, homeopátiát, dietetikát és így tovább. Maga a konyha erre van berendezkedve, az egész orvosgárda ilyen irányban képzett, és a gyógyszerhez csak akkor nyúlnak, ha feltétlen indokolt. Most ezeknek ennek egy ilyen osztálynak a tevékenysége az semmivel nem kevésbé szakszerű, mint egy bármilyen főként gyógyszere gyógyító belgyógyászati osztály, és az eredményessége sem marad el. Hát ilyen szintű dolgokra gondolok akkor, de hát ez a magánpraxisokban is, hiszen rengeteg ilyen fizioterápiás természetgyógyászattal kiegészített, Ganzheit Medicine, ugye németek így mondják, tehát ilyen holisztikus központ létezik, és hát magas szintű konferenciák vannak, tehát Baden-Badenben én egész fiatal korom óta kijárok erre a rendezvényre, ez a úgynevezett medicinische Woche, tehát orvosi hét, igen, amelyik hát szinte csak professzorokat és magas szinten képzett szakorvosokat vonultat fel a plenáris előadásokban, akik egy-egy területről igen magas szinten beszélnek, úgy, mint az integrált orvoslásnak a részéről, és persze akkor megjelenhetnek ott azok a területek is, a reflexológiától a jogáig, meg minden más, igen, amihez nem orvosi képzettség kell, hanem az a terület, annak a területnek a speciálisan jól képzett szakembere, és ez viszi, az egész viszi előre, vagy emeli fel. Ugye ez a német speciális jogrendből adódik, hogy van egy 40-50 évnyi fórjuk Európa más országaihoz képest, mert a háború után megmaradt egy természetgyógyászati képzés. Ott is van hiányosság meg hiba, nem túl jól tudnak együttműködni a természetgyógyászokkal, de szerencsére az orvosokat is képzik, a természetgyógyászok is motiváltak, hogy magas szinten képzettek legyenek, és szót tudjanak érteni orvosokkal. Tehát ez azért tompul, egyre inkább ellaposodik ez a két terület közötti ellentét. Igen, tavaly volt egy beszélgetésünk itt a hatos csatornában, és épp a Patkó Katival, ő mondta, hogy azért a tavalyi év már egy kicsit mozdult előre, mert az itthoni orvoskonferenciákon is előjöttek olyan természetes gyógymódokkal kapcsolatos vélemények, tapasztalatok, amik az orvos kollégáknak is adtak egyfajta továbblépési lehetőséget, illetve egy másik nagy dolog, hogy mintha sokkal jobb lenne a természetgyógyászok és az orvosok közötti kommunikációs lehetőség. Régebben nagyon-nagyon sokan elzárkóztak, de manapság egyre többen vannak, akik úgy teljesen nyíltan és őszintén tudnak beszélni, és elfogadják azokat a tanácsokat, amit a természetgyógyász mond. Egy másik kérdés lenne részemről, hogy úgy rálátsz a nemzetközi rendeletekre, ami a természetgyógyászokat szabályozza, vagy természetgyógyászatot szabályozza. Véleményed szerint a magyar rendelet, ami ugye 97-ben megszületett, ez hol helyezkedik el az európai szabályzók között? Hát véleményem szerint ez egy jó rendelet még ma is, attól függetlenül, hogy sok témakörét vagy alpontját kellene már korszerűsíteni a megváltozott jogi és társadalmi környezethez igazítva. De a szemlélete az nagyon korszerű. Igen. Tehát az a meglátás, amit annak idején belevittünk ebbe a jogszabályba, hogy ne egy ilyen vagy bent, vagy kint állapotot szabályozzon a jogszabály, vagyis, hogy vannak fehér és vannak fekete területei a természetgyógyászatnak, mert sok ország ebbe a hibába esik,
hogy bizonyos dolgokat elfogad, mert azt mondja rá, hogy az tudományos, más dolgokra meg azt mondja, hogy nem tudományos, ezért azokat kizárja, és azokat kvázi csak sallatánsággal lehet művelni, mert jogszerűen nem tudja gyakorolni senki. Most ezzel szemben a magyar jogszabály ugye azt mondta, hogy itt van az összes terület, az alapvető feltétel az az, hogy ne ártson, de ha nem árt, és kiegészítésként használja a meglévő bizonyított orvosi módszerek mellett, tehát kvázi komplementer medicinaként, akkor használhatja, ne zárja ki semmi ezt. Most ugye a szkeptikus megszólalók, akik manapság felszólalnak a természetgyógyászattal szemben, azok megpróbálják ezt a középkori elvet érvényesíteni, hogy csak az létezik, amit látok és megfoghatok, ha nem, akkor... Megbizonyítani tudjuk, és igen, akár többször minden más után. Nem létezik, ezért azokat tűzelvassal írtani kell. Hát én nem gondolom, hogy ez így helyes, meg hogy degradálni kell a pácienst egy olyan szintre, hogy neki meg kell mondani, hogy mit tehet és mit nem. Meg az orvosnak különösen ne akarja megmondani senki, hogy milyen módszert használhat és miért nem. Én azt gondolom, hogy ez az elv, amit annak idején alkalmaztunk, ez mai napig korszerű. Használhassa mindenki azt a területet, amit ő használni akar, virágozzék sok virág. Ne ártson a páciensnek, ezt bizonyítani kell mindenképpen. Illetve az ellenkezője felmerülés esetén nyilván akkor azt mérlegelni kell, vagy kizárni ebből a körből, és komplementer módszerként használja, tehát tisztában legyen azzal, hogy mit lehet kiegészíteni, és az a terület, amivel kiegészíti, az egy szakszerűséget mutasson, tehát meglegyenek az oktatásban, vizsgáztatásban azok a feltételek, hogy tájékozott lehessen a szakmai környezetről, tehát az alap természetgyógyászati jártasság, az egészségügyi jártasság meglegyen, és azt is lássa, hogy más területek természetgyógyászai miket tudnak tenni. Ez a szemlélet szerintem korszerű, ez nincs meg Európában sehol, a német rend sem ilyen, és sajnálatos egyébként, de az, hogy ebben nem történik semmi változás vagy előrelépés, ebben két okot látok. Az egyik az a gyógyszerlobbinak az elég erős jelenléte az egészségügyben, hiszen a legtöbb ország a gyógyszer kísérleteknek a standardjaira építi az egész egészségügyi szabályzását. Tehát a jogszabályok kvázi ott húzzák meg a határt, hogy mivel lehet gyógyítani, amit a gyógyszerlobbi beterjeszt, tehát ez az evidencia alapú orvoslás, ez arról szól, hogy a gyógyszerek tudják ezt teljesíteni, és így nincsen másnak jó lehetősége, holott ez ugye nonsens, hiszen pszichoterápiás módszerek, ápolástan, és így tovább egy rakás dolog van, ami nem tudományos, hanem metodikai, meg empirikus módszer, és ezeket mai napig használjuk. Sebészetnek rengeteg területe van, amit máig csak metodikával írnak le, igen, nem tudomány írja le. Természetesen lehet mindenből tudományt csinálni, de ez nem zárhatja ki azokat az eljárásokat, amelyeket metodikai alapon ismert meg az orvostudomány, és alkalmaz a mai napig. Tehát ez a fekete-fehér rendszer, ez biztos, hogy nem korszerű, sem a betegek érdekét nem szolgálja, sem pedig az orvosok választási és eljárási szakmai kompetenciáját nem segíti. A másik az, hogy Európában a lakosság nagy része azért kiáll a természetes gyógymódok mellett. Többen választják egyébként, úgy tudom, igen, a természetes gyógymódokat. Hát vannak országok, például Németország, ahol több mint 90% a lakosságnak úgy nyilatkozik, hogy ő, ha először megy orvoshoz, akkor ő inkább olyan orvoshoz szeretne menni, ahol természetes gyógymódokkal is foglalkoznak, vagy ahhoz is értenek. Igen. Tehát ez az igény, ez megvan. Ez sokszor olyan szinten is áll, vizsgálatok tanulsága szerint, hogy a pácienst szinte már az is kevésbé érdekli, hogy biztosan azonnal hat-e az a módszer, inkább az érdekli, hogy nem árt.
Tehát számára az a fontosabbik kritérium, hogy ne ártson. Mert ugye tudjuk, hogy sok gyógyszert azért nagyon meggondolatlanul alkalmaz az orvoslás. És ez ennek következtében aztán számtalan kár keletkezik. Tehát az biztos, hogy ez egy paradigma váltás a jövőt illetően, hogy a természetgyógyászatnak nagyobb létjogosultsága legyen. Gazdasági érdekek, illetve egy orvosokat és a lakosságot érintő megértés kell, hogy hozzá társuljon. Jogszabályok pedig hát... Majd szépen alakulnak. Szépen alakulnak hozzá, igen. Tehát ezt kedves nem tudjuk. Nézőim, hát egy ilyen paradigma váltásban vagyunk, mint hogy a Józsi is említette. Én azt mondom, hogy bízzanak a természetgyógyászatban. Józsinak nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. És remélem, hogy önök is merítettek ebből a beszélgetésből. Jó egészséget kívánok önöknek, a viszontlátásra! Ízületi negyed, Fejfájás utca, Betegségfalva, Akut sugárút, Krónikus körút, Gyulladás híd, Túlsúlyos sugárút, Gyógyulás körút, Egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak.